időközben elkezdte gyűlni a csomagokat. Mindenkinek jár egy csomagemberség. 2018 óta minden évben gyűjti a Mikulás csomagokat Andi Bohóc a segítőivel közösen. Idén is több helyszínen adhatunk le ajándékokat a Vármegyében. Játékokat, csokoládét, tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket is lehet adományozni november eleje óta. Mai napig 51 csomaggyűjtő pontunk van, plusz 2, akikhez ugye nem lehet vinni a Mikulás csomagokat, ez egy budapesti nemzetközi cég, és ott gyűjtik a irodában gyűjtik a csomagokat, Cédulás Felicia koordinálásával, és ugye a női kézilabda válogatott 20 hektor egyesület, ő pedig Jádi Balázs Londonból koordinálja a csomaggyűjtést. Andi Bohóc és segítői a támogatóknak köszönhetően minden évben ellátogatnak azokhoz a családokhoz, gyermekekhez, nehéz sorsú emberekhez és otthonokba, ahol bizony elkél a segítség, no meg egy kis vidámság a szürke hétköznapokban. Ezúttal is a Vármegyében osztják majd ki az összegyűlt adományt. Jelen pillanatban az eddigi összegyűjtött csomagok alapján ilyen 650 darab körüli csomagnál tartunk. Ugye van még bő 2 hetünk, úgyhogy nagyon-nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy aki tud és lehetősége van, csatlakozzon ehhez a jótékonysághoz. Tavaly 1900 csomagot tudtak kiosztani a szervezők 32 helyszínen. A gyűjtőpontokat a csoport adatlapján tekinthetik meg az adományozók. A csomagokat még 2 héten keresztül lehet leadni a kijelölt helyszíneken.